Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és kicsit az online tanfolyamaimról szeretnék beszélni. Ezeket ritkán hirdetem meg, de néha meghirdetem a Facebookon, a honlapomon pedig állandóan látszanak, hogy mikor lesz a következő. Ugye a honlapom az a www.kirko.hu. Oda rámegy tisztelt hallgatom, vagy nézőm, akkor ott az oktatás fülön, külön ott van online tanfolyamok. Ott van néhány online tanfolyam, amit már leadtam, azok közül néhány letölthető. Persze nem ingyen, de letölthető. Az online tanfolyamaim óriási tudással ruházzák fel a résztvevőket. Igaz, hogy rövid idejűek, de hát a Kirkóban való tanulás is óriási tudást ad, de az másfajta tudást ad. De most visszatérve az online tanfolyamokra. Itt a résztvevők rövid idő alatt hatalmas lehetőséget kapnak úgy a pénz, mint a gyógyítás terén. Természetesen nem mindenki jöhet, tehát azért, aki jelentkezik, azt tisztánlátásra megnézem, hogy a rendes embere, tisztességes embere, jó akaratú embere, mert csak ilyeneket várok. Azonban az emberek különbözőek. Nagyon sok ember van a Facebookon is, és muci, sajnálja a pénzt. Hát vagy esetleg nincs neki, az is lehetséges, de akkor vágjon és gyűjtsön össze. De nagyon sok ember ingyen szeretne mindent megkapni, és ingyenes tanfolyamokat keres, de nem ismerik azt a jó magyar közmondást, hogy olcsó húsnak híg a leve. A Kirko ezotérikus szabad egyetemen való tanulás sem drága, az havonta 25 ezer forintba kerül csak, ahol x idő múlva szuper spirituális képességeik lesznek, vagy ezotérikus képességeik, mindegy, mert a spirituális vagy ezotérikus ez ugyanaz. Tehát ha valaki inkább elmegy oda, ahol ingyen vagy 5000-ért tanítják, hát utána ne csodálkozzon, ha nem fog tudni sok mindent. De valószínű önök között ugye nagyon sok okos és művelt ember van, aki ezt már jól tudja. És azt is tudja, hogy vigyázni kell az interneten, mert nagyon sok helyen becsapják a kezdőket. De a fösvénység és a becsapás, mások becsapása nagyon súlyos következményeket von maga után. Rengetegen tanítanak olyan dolgokat, amikhez maguk sem értenek. Mert hát csak a csakrákról, hogy miket mondanak, látszik róla, hogy az életükben nem láttuk csakrát. Hát becsapják az embereket. Az, hogy ebből az embereknek kára származik, az őket nem érdekli. Igen ám, de ez szerint ők a karmatanát sem ismerik. A karmatana világosan tanít bennünket, hogy ne tegyél rosszat másik embernek. Igyekezz csak jót tenni. Tehát igyekezz csak segíteni a másik embernek, csak jót tegyél. Mert különben rosszat kapsz vissza. Tehát ha rosszat cselekszel, rosszat kapsz vissza. Ez nem csak az ezotériára érvényes, ahol tömegesen gyártják az úgynevezett gyógyítókat, akik maximum saját náthájukat tudják meggyógyítani, tisztelet a kivételnek, de a tömeges gyógyítók azok nem tudnak semmit meggyógyítani, egy-egy ember van köztük, aki igen tud. De tömegesen gyártják a saját magukat az úgynevezett tisztánlátók is, akik maximum a klienseik pénztárcáját látják tisztán. Hogyha mi nem cselekszünk helyesen, nem hagyjuk végre azt, amit a karmánk akar, hogyha nem vagyunk becsületesek az emberekkel, nem mondjuk meg, hogy igen, ha ezt tanulod, akkor erre leszel képes, ha azt tanulod, arra leszel képes, de tényleg az leszel. Ha nem vagyunk becsületesek, akkor az élet feladatainkat nem tudjuk létrehajtani, de a tömeg sem tudja a sajátját, hisz félre megy. Persze a tömeg nem tudja, hogy van életfeladat, ő azt hiszi, hogy az életfeladat az maximum az, hogy minél több pénzt keres. Az nem életfeladat, bocsánat. A pénz csak egy eszköz. Rengeteg pénztanfolyamom is volt már a honlapomon, www.kirko.hu. Ha rámegy bal oldalon a oktatás fülre, ott van az online oktatások, ott látszik, hogy már eddig hány ezotérikus pénztanfolyamom volt, azok egy része letölthető, nézze meg. Nem ingyen persze.
Az ezotéria magyar fordításra titkos tanítás. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ezotérikus vagyok, akkor annyit jelent, hogy a titkos tanításból részesültem, vagy spirituális egyenlő ezotérikus, ez sem mindenki tudja valamiért, nagyon furcsa. Tehát látjuk, hogy az ezotéria nem tömegeknek való, csak kis mennyiségű embernek, a tömegeknek az exotériát adják elő, amiben kevés a tudás. Ezt nem egyszer látom. Az nem baj, hát mindenki kereshet olyan helyeket, ahol ezotériát tanítanak. Akár itt a Kirkóba is jöhet tanulni, a Kirkó ezotérikus szabad egyetemre. Itt is ezotériát tanítunk, de más ilyen helyek is vannak. Hát találja meg mindenki azt, ami tetszik neki. De hát én tudom a tanítványaimból, hogy ide hozzám szerencsére csak intelligens és okos emberek jönnek, őket könnyű tanítani, mert ők könnyen rájönnek az összefüggésekre, és tudnak gondolkozni. Remélem ön is ilyen, aki engem néz, úgyhogy egyszer lehet, hogy majd meglátom önt itt a Kirkóban. Köszönöm szépen, hogy megnézett, kérem lájkoljon és iratkozzon fel a csatornámra, viszontlátásra!